bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat Két nap, két éjszaka című epizódját. Szüksége van még rám próba? Hát lehet, még nem tudom. Van még valami dolga? A garázsban teszek veszek. Lehet, hogy később még bemegyek a fiammal a városba. Egy idegen kocsi áll a ház előtt. Jött valaki? Igen. Egy úr. Valami kulcsot hozott a fiának. Kint vár a kertben. Jó napot! Állítólag egy kulcsot hozott a fiamnak. Miféle kulcsot? A 102-es lakás kulcsát. Ki kellett cserélni az árat. Ez alig, hanem valami tévedés lesz. A fiamnak nincs saját lakása. Honnan veszi? A városban van, a Ringstrasse-n. Aim Kronau. És ez az állandó lakcíme. Aha. Értem. Maga tud erről valamit? Nem. Én sem tudom, mire vélni. Elnézést, itt van ez is. Adja csak ide. Ez nyilván valami számla. Aim Kronau, valóban. Minden stimmel. Szóval ki kellett cserélni az árat? Igen, hamarabb végeztünk. Úgyhogy elhoztam a kulcsot. Köszönöm. Majd odaadom a fiamnak. Hol van? Az egyetemre ment. Jó, hát akkor köszönjük. Most rögtön kifizessem? Nem, nem, majd számlázzuk. Parancsoljon. Köszönöm. Parkoljon le és várjon meg itt valahol. Krona úr? Igen. Az édesapja vagyok. Bizonyára a fiamat keresi. A kocsi kulcsát szeretném odaadni. Lennáll a garázsban. Köszönöm. Kronau. Felmehetek? Igen. Persze, jöjjön csak fel. Kicsoda maga? Kronau vagyok. Aim édesapja. Az édesapja? Ja, persze, ott a fénykép az asztalon. Sajnálom, hogy nem ismertem fel. Aim nincs itthon? Nincs. Aim pillanatnyilag nincs itt. Nos, maga már tudja, ki vagyok. Most árulja el, maga kicsoda. Hát, tudja, hogy van ez. Nyilván maga is benne van az üzletben. Igen, benne vagyok az üzletben. Akkor megkaphatnám?
300 grammot, mint mindig. Mi az? Valami olyat mondtam, amit nem ért? 300 gramm... micsodát? Ja, Istenem, megőrít engem! Figyeljen, én most elmegyek. Maga meg tisztázza a dolgot a fiával. Hú, maga mit keres itt? Az édesapját hoztam el, Áhim úr. Igen? És hol van? Nem tudom. Azt mondta, itt várjam meg. Az édesapja fent van a lakásban. Egyébként ma kicserélték az árat. Már kicserélték? Akkor megkaphatnám az új kulcsot? Sajnálom, az édesapjánál van. Köszönöm. Gyere be! Papa! Papa! Gyere be! Mi az? Mit kerestél, papa? Ne azt kérdezd, hogy mit kerestem, hanem azt kérdezd, hogy mit találtam. Nézd meg! Hová tetted, papa? Hová? Lehúztam a vécén! Az én fiam heroinnal kereskedik. Bár annyira nem értek hozzá, de azt hiszem heroin volt. Mit állsz itt így? Magyarázatot követelek! Hallod, amit mondok? Ereszel! Megpróbálom megmagyarázni. Bár nem tudom, megérted-e valaha. Pedig roppant egyszerű. Sosem voltál rólam nagy véleménye. Igen, igen, jól hallod. Még azt is rossz néven vetted tőlem, hogy nem örököltem a zseniális koponyádat. Be akartam bizonyítani, hogy én is viszem valamire. Méghozzá a segítséged nélkül. Mindegy, hogyan. Mindegy, hogyan. Igen, jól hallottad. Nem tudom, miért csodálkozol. Manapság ilyen a világ. Ilyen korban élünk, ilyen mindegy, hogyan korban. Papa, tudod egyáltalán, mit húztál le a vécén? Mi az, amit csak úgy egyszerűen lehúztál a vécén? Van fogalmad róla? 100 000 márka értékű árut húztál le. Ennyi tartozásom van, amit most a föld alól is, de elő kell teremtenem, mert bevasalják rajtam. Papa, fizest ki nekem azt a 100 000 márkát! Nevezd meg nekem azokat, akiknek tartozol. Átadjuk őket a rendőrségnek. A rend...
rendőrségnek? Igen, a rendőrségnek mi az? Már halálra rémülsz a szótól is? Igen, halálra rémülök, és nem csak én. Mások is. Te komolyan azt várod, hogy odaadjam a 100 000 márkát? Különben azok a mások egyszerűen kitekerik a nyakamat. Mi az? Nem veszed fel? Nem. Pokolian félek. Nem vagy éhes? Nem. Nem tudok enni. Kellemetlen helyzetbe kerültünk. Meg kell keresnünk a kiutat. Megtaláljuk. Minden helyzetből van kiút. Ezek örülni fognak, ha nem adjuk ki őket a rendőrségnek. Tegyél nekik egy ajánlatot. Az üzleti kapcsolatot megszakítjátok. Cserébe mi... nem küldjük nyakukra a rendőrséget. Hát ebbe ők sosem fognak belemenni. Papa! Oda kell adnod a 100 000 márkát! Ezt verd ki a fejedből, fiam! Azt mondtam, nem! Nem másítom meg a szavam! Telefon, Sabine akar önnel beszélni. Na végre, mi van? Én vagyok az. Hogy vagytok? Jól, természetesen jól. Ahim, itt van mellettem. Nem akarsz beszélni vele? Mit hallok? A bátyám nem akar beszélni velem. Miért nem? Az az igazság, hogy volt egy kis nézeteltérésünk. Lányok, legyetek szívesek, menjetek ki. Most miért nem maradhatunk? Mindjárt megyek én is. Ezt ismerjük. Menj te is. Bocsáss meg. Összebalhéztatok? Nem, nem komoly az ügy. De a bátyádnak meg kell értenie, hogy a javát akarom. Na igen, a te javadat, papa. És nincs is semmi ellenvetésem, csak hát tudod néha... Mi van néha? Túlteng az eszed. Valósággal bálványozod az eszedet. Csókoltatom Áhimot. Ugye tudod, hogy jobban szeret, mint amennyire egészséges lenne? Sabine fején találta a szöget. Valóban bízom az eszemben. És neked is ezt ajánlom. Krónau. Ahim Krónauval beszélek? Egy pillanat, mindjárt adom a fiamat. Gyere, téged keresnek. Papa, a pénz. Odaadod? Eszemben sincs odaadni. Papa, amit lehúztál a vécén, azt megvetted, és ki is kell fizetned. Ezt kell mondanom nekik, hogy az apám megvette az anyagot. Még mindig nem érted, mit akarok. Ezt a kockázatot vállalnunk kell. Rá fognak állni az alkura. Meglátod. Halló? Igen, itt Áhim. Figyelj, én magyarázattal tartozom, csak adódott némi bonyodalom. Majd személyesen elmondom. És hol találkozhatnánk? Rendben. Na, mit mondott a megbízód? Azonnal indulnom kell. Nagyon idegesek lettek. Veled megyek. Szó sem lehet róla. Akkor oda sem jönnének hozzám. Papa, ezekkel nem lehet úgy tárgyalni, ahogy te azt elképzeled. Hát akkor menj egyedül. De mindent, ahogy megbeszéltük. Jó. Rendben van, papa. Na mi az? Mi van? Mi van, fiam?
Szíves engedelmével kikapcsolom. Golyó ütötte sem a szívtájékon. Mi az, még mindig a régi trükk? Így világosabb, nem? De akkor sem én kapcsoltam ki. Nem maga telefonált? Én voltam. Ön nem megy lefeküdni? Nem. Megvárom a fiamat. Hány óra van? 1 óra múlt. Maga nyugodtan feküdjön le. Mintha egy autó érkezett volna. Igen, én is úgy hallottam. Ennyi, miért csenget? Hiszen van lakáskulcsa. Maguk kik? Bűnügyi rendőrség. Ön Króna úr? Igen. Nagyon sajnálom, Króna úr, de rossz hírt kell közölnöm önnel. Mondja, ki e magának Áhim Króna úr? Áhim a fiam. Mik ezek? Az iratai? Igen, az iratai, az igazolványai. Miért? Mi történt? Az egyik aluljáróban fél órával ezelőtt találtak egy halottat. A fénykép a helyszínen készült. Az ön fia? Igen, az én fiam. Meggyilkolták, szíven lőtték. Ne haragudjon, elég erősnek érzi magát, hogy válaszoljon néhány kérdésre. Megmondaná, mikor látta utoljára a fiát? Ma este. Aztán bement a városba. Nem tudom, kivel találkozott. Tényleg... fogalmam sincs. Nagyon sajnálom, de nem tudok többet. Ön kicsoda? Ő a házvezetőnöm, de Sauerni. A fiam a saját életét élte. Egyetemre járt. Tanulgatott. Már amennyire a képességeiből telt. De nem nagyon törte magát. Amúgy nagyon rendes gyerek volt igazán. Rendes gyerek volt, a légynek sem tudott ártani. Jó gyerek volt. Nem tett semmi rosszat. Jól van, most inkább nem is terhelnénk tovább, majd holnap beszélgetünk. Addigra talán összeszedi magát. Rendben van. És nagyon köszönöm, hogy ilyen megértőek. Itt a névjegyünk a telefonszámunkkal. Bármikor hívhat. Nagyon köszönöm. Meghalt a fiam. Meghalt a fiam. Króna úr! Tessék, nézze meg! Ott fekszik. A földön. Én ezt nem tudom felfogni. Százezer márkát ért az élete. És én nem fizettem ki.
Tudok valamiben segíteni. Nem, menjen aludni. Vagyis ne szóljon senkinek arról, hogy a fiamnak egy lakása volt a városban. Sabine, az imént telefonáltak a bűnügyi rendőrségtől. Sabine! Most ne zavarjon! Tegnap éjjel meggyilkolták a bátyját. Micsoda? Az édesapja a hír hallatán önkezével véget vetett az életének. Melyik volt Áhim Krónau szobája? Odafönt van. Béli, eredj fel és vedd alaposan szemügyre a szobát, jó? Ha jól tudom, Króna úrnak van egy leánya is. Igen, Sabine. A sofőrünk már elment érte. Sabine, kisasszony. Engedje meg, hogy kifejezzem őszinte részvétemet. Jöjjön. Parancsoljon, Sabine, kisasszony. Hol lett öngyilkos az édesapám? A pincében, a kazánházban felakasztotta magát. És Áhim? Egy aluljáróban találtak rá. A földön ült a falnak támaszkodva. Azt hitték, alszik. De halott volt. Szíven lőtték. Indulhatunk? Jön! Sabine Krónau. Klein felügyelő. Derrick vagyok. Én vezetem a nyomozást. Engedje meg, hogy kifejezzem őszinte részvétemet. Köszönöm, Derrick úr. Mindjárt mondanék is valamit. Tegnap este telefonon beszéltem az édesapámmal. Minden este felhívtam. De kérem, foglaljanak helyet. Köszönjük. Mikor telefonált neki? Úgy 9 óra tájban. A papa azt mondta, hogy éppen valami nézeteltérése volt a bátyámmal. Megkérdeztem, összebalhíztak-e, mire azt felelte, nem komoly. De a bátyádnak meg kell értenie, hogy a javát akarom. Talán a te javadat mondtam én. A te legfőbb javad az eszed. Valósággal bálványozod. Szó szerint így hangzott el a párbeszéd? Igen. Nagyjából szó szerint. A bátyának tehát nézeteltérése volt az édesapjával, nem tudja, mi vesztek össze? Nem, de gyakran veszekedtek. Tud valamit a bátya magánéletéről?
Áhim szeretett titkolózni. Ettől erősebbnek érezte magát. És még valami. Az édesapám felakasztotta magát. Ez nem rával. Ízig-vérig racionális ember volt. Hát elég nyugodt volt. Igen. De lehet, hogy ez csak a látszat. Hívtál, Sabine? Mi történt tegnap este? Nem tudod, mind veszett össze Áhim és a papa? Nem tudom. Mondd csak, mióta is vagy nálunk? 15 éve. 15 év alatt úgy megismertelek, mint a saját tenyeremet. Pontosan tudom, hogy most hazudtál. Mi történt tegnap? Megígértem az apádnak, hogy nem árulom el. Na jó. A bátyádnak volt egy lakása bent a városban. Valaki elhozta a kulcsát, ott kell legyen valahol a holmia között. Lakása volt? Hol? Egy emeletes házban a Ringstrasszén. A 102-es lakás. Igen, így találtak rá Áhimra. A rendőrség tud Áhim lakásáról? Nem. Parancsoljon. Parkoljon le valahol és várjon meg. Tegnap ugyanezt mondta szóról szóra az édesapja. Tessék! Végre van ott valaki. Akkor most felmegyek. Áhim, hol van? Áhim, húga vagyok. Mit érdekel engem, hogy ki vagy? Nekem most anya kell. Mégpedig sürgősen. Úgy elintézhetem itt. Azelőtt is mindig itt csináltam. Most te vetted át? Hello.
Debbie vagyok. Szerintem jobb, ha ismerjük egymást, nem igaz? De. Gyilkossági csoport. Igen. Egy pillanat türelmet kérek. Telefon. Sabine Krónau szeretne beszélni vele. Jöjjenek be. Köszönjük. Ez a lakás a bátyámé volt. Aha. Nem tudtam róla, hogy a bátyámnak saját lakása van ebben a házban. És kábítószerrel kereskedik. Fogalmam se volt róla. Látják ezt a pénzt? Én is kábítószerrel kereskedtem az imént. Bejött valaki, ahogy szokott, miután csöngetett. Egyszerűen besétált. Megkapta, amit akart. Tudta, hol a fürdőszoba. Hogy szerzett tudomást a lakásról? A házvezetőnök mondta, hogy tegnap nálunk járt valaki, hogy odaadja az új lakáskulcsot. Mert hogy kicserélték az árat. Így szereztek róla tudomást. És tegnap itt járt az édesapám. Azt mondja, kábítószerrel kereskedett az imént? Igen. Itt volt az asztalon, vagyis a földön hevert. Ebben a nejlonzacskóban. Kivettem belőle, és letettem az asztalra. Aztán bejött egy fiatal nő, és utána pénzt nyomott a kezembe. Egy fiatal nő? A nevét is megmondta, Debbie. És a bátyját kereste. Tehát nem tudta, hogy meggyilkolták? Szerintem nem tudta. Vegye fel, és ha megkérdi, ki maga, mondja meg az igazat. Halló, tessék? Kivel beszélek? Sabine Krónau. Csak nem Áhim Krónau húga. De, Áhim a bátyám. Tud róla, hogy a bátyja 100 000 márkával tartozik nekünk? Nem tudtam róla. Maga folytatja az üzletet? Hall engem? Igen, hallom. Ha folytatja az üzletet, az adósságait is át kell vállalnia. Miféle adósságról van szó? Majd jelentkezünk és benyújtjuk a számlát. Nagyon jól csinálta, Sabine. Most menjen szépen haza. Nekünk még van itt egy kis dolgunk. Vili? Megyünk. Uraim, jöjjenek. Elég jól mehetett neki az üzlet. Pedig szegény nem volt rossz gyerek. Amint látom, nem keresett. Mégis rosszul. Tele volt adóssággal. Sabine! Telefon!
Ki az? Halló? Hello! Én vagyok az, Debbie. Nemrég jártam nálad. Emlékszel rám? Persze, hogy emlékszem. Amikor ott voltam, még nem tudtam. A francba igazán megmondhattad volna, hogy Áhim meghalt. Teljesen össze vagyok zavarodva. Igaz, hogy az apát felakasztotta magát? Igen. Felakasztotta magát. Figyelj, kérdeznék valamit. Nem beszélgethetnénk. Csak azért kérdezem, mert arra gondoltam, hogy nekem sem ártana, meg talán neked se. Hol találkozzunk? Mi lenne, ha eljönnél a Blue Movie-ba? Nem mozi. A Gerber Gasse 7-ben van. A kocsi bejáron hajts be a hátsó udvarba. Szevasz! Azt hitted, hogy még bármitől is megijedek. Krónau lakás. Sabine Krónauval szeretnék beszélni. Sajnos nem tudom adni, bement a városba. Hová? Nem mondta meg, hogy hová, de az édesapja sofőrje vitte el, és a kocsiban van telefon. Megadjam a számát? Tessék, Bekum! Krónau kisasszonnyal? Bent van a lokálban. Én idekint várok rá. Igen, mindjárt mondom. A Blue Movie hátsó udvarában, Gerber Gasse 7. Itt vagyok. Menjünk ki. Sétáljon egy kicsit. Csak itt fel alá. Te meg szállj be. Elmennek valahová? Nem. Csak beszélgetni szeretnénk. Ne aggódjon, Bekum úr. Nem lesz semmi baj. Azt mondod, nem lesz semmi baj. Már éppen elég baj van. Itt ülök. A te kocsid? Az édesapámé volt. Akkor most már a tiéd, nem? Most már minden a tiéd. Ugye? És a sofőr? Édesapám sofőrje volt. Kint áll és kubizik befelé. Mint egy házőrző kutya. De ne félj, nem eszlek meg. Majd megteszi más. Miről akartál beszélgetni? A bátyádnál 100 000 márka értékű heroin volt bizományban. Tudod, mi lett vele? Nem. Az apád lehúzta a klotyón. Aztán szépen elküldte Áhimot, hogy mondja meg nekik, mit csinált az áruval. És hogy ne számítsanak a 100 000 márkájukra. Nem ismertem az apádat. De neki nyilvánvalóan fogalma sem volt arról, hogyan folyik ez itt. Ezek az ilyesmit nem vágják zsebre szó nélkül, még ennél kisebb dolgokat sem.
Rajtad akarják bevasolni a pénzt. Én a helyedben fizetnék, habozás nélkül. Ki ez? Maguk hogy kerülnek ide? Eresszenek el! Maradjon a kocsiban. Egy kicsit odébb hajtunk. Mi a fene? Maga zsaru? Igen. Eltalálta, rendőr vagyok. Be akarsz fizetni a temetésemre? Le vagyok tartóztatva? Nem, nincs letartóztatva. Vigyázz, nehogy megszökjön! Na! Ereszen el! Hallottam, mit mondott a főnökem. Nagy a forgalom ebben a lebújban. Nem túl vészes. Helyes. Szabine kisasszony. Várjon meg itt. Jöhetnek. A biliárterem szabad. Jól van, akkor vidd oda. Úgy sem mondok semmit. Foglaljon helyet. Italt parancsolnak? Hagyjon magunkra, kérem. Kérem. Nos? Nem mondok semmit. Na, akkor most figyeljen ide. Itt hagyom magukat kettesben Sabine Krónával. Ő fog beszélni magával, maga pedig hallgassa végig figyelmesen. Rendben? No fene. Azt hiszik, be tudnak húzni a csőbe? Ebben a lebújban még zene sincs. Na, lassan a testtel. Gondolod, hogy sikerül? Neki mi zsaruk vagyunk, utál minket, viszont szemlátomás boldogtalan. És Sabine is boldogtalan, elveszítette az édesapját és a bátyját is. Abból indulok ki, hogy a boldogtalanság összehozza őket, és... Még most sem parancsolnak valami italt? De, most szívesen meginnék egy ásványvizet. Hát te? A szokásosat. Kérték, tegyek egy ajánlatot. Milyen ajánlatot kéne tenned? Azt kérték, vagyis fel szeretném ajánlani a segítségemet. Mit hallok? Fizetnéd nekem az anyagot? Adsz pénzt? Nem ilyen jellegű segítségre gondoltam. De szívesen segítenék megszabadulni tőle. Gondoskodnék megfelelő terápiáról, és addig... Nálam lakhatnál. Ezt a zsaruk mondták neked. Azért mondták, mert így akarnak megfogni. Nem, ők is komolyan gondolták. És én is nagyon szívesen segítek. Terápia. Az is csak egy szó. Mindenki azt hiszi, hogy ettől mindjárt kisüt a nap is. Komolyan gondoltad? Egészen komolyan. Tényleg lakhatok nálad? Igen. És téged ez nem zavarna? Dehogy is. A legkevésbé sem. És mit kell cserébe tennem? Kérdezd meg a zsarut, mit kell cserébe tennem?
Tisztában van vele, hogy mit kér tőlem? Pontosan tudom. Mielőtt elkapnák őket, kinyírnak engem. Utána már nem lesz szükségem terápiára. Kinyomta a hátába a pisztolyt, amíg telefonált. Mőle volt a pincér. Mőle azt mondta, hívjam el Szabinét, és mondjam el neki, mi történt, és hát, hogy most neki kell fizetnie. Aztán menjek vissza, és mondjam el neki, mit intéztem. Miféle ember ez a Mőle? Ő csak egy piti kis díler. Akkor alig, ha nem van neki egy megbízója. Ugyan. És miért gondolja, hogy az orromra köti ki a megbízója? Ha? Ennyivel nem érik be. És te sem éred be ennyivel. Ebből persze nem putja egy terápiára. De azért... köszönöm. És végül is megértem. De ne keverjük össze a dolgokat. Most akkor is azt fogja tenni, amit mondok. Remélem, nem csináltál hülyeséget. Mi bajod? Nem tudom, eljutott-e az agyadig, de csúnyán ráfizethetünk, életről, halálról van szó. A te életedről és az én halálomról. Attól még nem kell engem izélgetni. Miért tartott ennyi ideig? Mit csináltatok? Már látom magamat, amint bilincsbe verve elvisznek. Biztos, hogy nem lesz semmi baj? Gyere! Kifelé! Eredj már! Valami gáz van? Kivele, halljam! Menj ki, majd megtudod. Gondolhattam volna, hogy valami zűr lesz. Erre ráfáztunk. Mind a ketten. Ki van odakint? A zsaruk? Menj ki, majd megtudod. És ne faxnizzál. Jobb, ha lelépek. Uraim, én nem vagyok a rendőrség nagy barátja, ez ugyebár érthető. De az eszem most azt súgja. Néha ugyanis hallgatok rá. Ha halljuk, mit súg az esze? Hogy néha együtt kell üvölteni a farkasokkal. Na csak, mi volnánk a farkasok? Igen. Most be kell mennem, mert mindjárt telefonálnak. Kifelé! Gyerünk kifelé! Te is! Itt a rendőrség, gyerünk kifelé! Szerinted nem feltűnően kihalt ez a lebuj? Majd mindjárt kiderül. Ők azok. Halló? Jobb lenne, ha kimennénk a mosdóba. Ott zavartalanul beszélgethetünk. Menjek én is? Nem, maradj csak itt. Nekem is tudnom kell, hogy mi történt. Különben szétszedem ezt a kótszerájt. Maradj nyugton. És azzal a szétszedéssel várj egy cseppet. Na szóval,
10 perc múlva kell indulnom. Végig az utcán. Befordulok a Basztály végre. Hogy ők hol lesznek, azt nem tudom. Autóval jönnek, és odahajtanak mellém. Sötét üveg. Nem szállnak ki a kocsiból. Tudnak ezzel valamit kezdeni? Ha nem, akkor inkább hagyják abba. Ha észrevesznek valamit, rögtön lőnek elsőként rám. Aztán mindenki másra. Én már a hullaházban látom magam. Az ki van zárva. Tessék, ezt tegye el, és már indulhat is. Értem. Ez azt jelenti, hogy nincs más választásom. Dicséretes egy gyors a felfogása. Harry, Mulyre most indul. Menj a Basztály végre és kövesd. Szólj a fiúknak, hogy készüljenek fel a Basztály vég lezárására. És ne kapcsold ki az adóvevőt. Mulyre jelentkezik nálad, amint van valami. Vége. Érdekli, piszkosul félek. Nem hiszem, hogy megnyugtatja, de én is így vagyok vele. Hallasz engem? Igen. Minden előkészületet megtettél? Ha akarnám, az egész város le tudnám zárni. Helyes. Azt hiszem, jönnek. Riadó. Jöjjön csak ide, kérdeznék valamit. Na gyerünk, mi lesz már? Sabine, vendéged jött. Vendégem? Uh-huh. Thank you.
life. I call your name. I call.